a magyar nemzetnek a kuvaszba vetett hitét, az ősi képességek feltétlen tisztelete és a kuvasz teljes tulajdonságkészletén mért tenyésztés szakmai minőség adja vissza. Ez a Hungária Fajta Fenntartó Kuvasz Klub, Fajta Tenyésztő Kuvasz Egyesület hitvallása. Én Vajó Zoltán vagyok ennek a klubnak, ennek az egyesületnek az elnöke. Nagyon sok ilyen szlogent láttunk magunk körül, kiírva mindenhova, mindenféle üres szövegeket, de ez, amit az előbb elmondtam, ez valóban a lényege annak a reformnak, amit el kell indítanunk a kuvaszfajta megmentése érdekében. Miről is szól ez a dolog? Ugye először is arról, hogy a magyar nemzet elfordult a kuvaszfajtától. Lehet itt persze kezdeni a hazafias érzések hiányának ócsárolását, meg ehhez hasonlókat. Én azt gondolom, hogy fordítva ül a lovon az, aki azt próbálja elérni, hogy az emberek csak azért vegyenek valamit, és csak azért tartsanak maguknál bármit is, mert az magyar. És igazából, hogyha a minősége annak a valaminek legalábbis nem igazolt, lehet, hogy jó, csak éppen nem igazolt, akkor pusztán a magyarsága miatt is kötelezően azt a valamit tartsák. Ez szánalmas dolog, az én meglátásom szerint. Tehát azért, mert magyar, attól még annak komoly igazolt minőséget kell mutatnia. Ugye a másik dolog az az ősi képesség feltétlen tisztelete. Ugye itt mi nem a kékegekből találtuk ki a kuvaszos reformot, hanem egyszerűen csak a kuvaszt nézzük. Azt nézzük, hogy mitől vált ez a fajta sikeressé. Mert rendkívül sikeres volt. Több ezer éven keresztül mindenféle emberi probléma, társadalmi kataklizmát, milyen tömeges probléma mennyisége lehet itt ugye visszagondolni, ha visszanézünk a több ezer éves múltunkra. Hát háború nem egy, hát rengeteg. Minden a kuvasz, minden túlélt. Mindent. Kivéve azt, ami most van. Hogyha nem vigyázunk rá, de nagyon, innentől kezdve. És a megoldást ő maga nyújtja át számunkra. Ezt nem mi találtuk ki. Nem a mi kútfőnkből származik a kuvaszos reform lényege, hanem a kuvaszra kell visszanézni. Az ő ősi képességeire kell visszanézni, mert azok sikeresek voltak. Az utóbbi évek, évtizedek kuvasztenyésztésével szemben. A harmadik tényező ugye ebben a hitvallásban a teljes tulajdonságkészleten mért igazolt minőségről szól, tenyésztés szakmai minőségről szól. Erre nagyon egyszerű magyarázat van, erre a kitételre. Ugye eddig, ugye az előző videóban erről kellett beszélnem, a kuvasz katasztrofális jelenlegi helyzetéről, valamint arról, hogy mi okozta a kuvasznak ezt az óriási statisztikai és egyéb romlását. De arról nem beszéltem, hogy ennek a, mondjuk úgy, hogy a társadalmi magyar nemzet körében mérhető, mondjuk úgy, hogy manifestáció, tehát hogy megvalósulása az mi volt, mert a magyar emberek nem látták azt, amit én az előző videóban elmondtam. Azt mi belül láttuk, ők nem. Nagyon egyszerű a probléma. Ők annyit láttak az egészből, hogy valamilyen igazolatlan minőséget próbálnak lenyomni itt a torkukon. Ennyi volt. Ennyi a probléma. Senki, ugye, ha valaki megpróbált egy kuvaszt vásárolni, akkor mit tapasztalt? Hát megnézte, hogy mégis hát milyen lesz az a kutya. Hát erre volt kíváncsi, hát senki nem akar zsákba macskát venni. Hát tudnia kell az embernek, hogyha pénzt ad ki valamiért, hogy mit fog érte kapni.
És akkor amit látott, az a szülőknek, a szülőpároknak a neve alatt ilyen CAC, meg CACI, meg HFG, meg ez hasonló. Kettőt kattint ugye a maikor ember a neten, és már is látja, hogy ezek küllemi, ez semmi egyéb, ez csak ilyen küllemi díjak. Magyarán szólva, a küllem alapján próbáltuk eladni az embereknek a kóaszt. Na de hát a küllem az távolról sem minden. Ahogyan az előző videón elmondtam, ugye a kuvasz alapvetően három tételből áll össze. A legfontosabb az egészben az őrzőképesség, mindennek pedig az alapja az egészség, és emellett a küllemmel is persze számolni kell, de hát ez csak a küllem az csak egy dolog. Tehát mindenki azt akarja, hogy arról az adott dologról, amit megvesz, bármi is legyen az, arról egy igazolt, dokumentált, valamiféle minőségi tanúsítványt kapjon. Ugye abban az esetben, ha akár csak egy mobiltelefont akarunk venni, hát akkor is nagyon furcsán néznénk arra az eladóra, aki azt mondaná nekünk, hogy hát azért vedd meg ezt a telefon, mert így kívülről jól néz ki. Na de hát mit tud az a telefon? Milyen a kamerája, milyen processzor van benne, egyáltalán. Természetes, hogy ez édeskevés, hogy most kívülről hogy néz ki. Vagy egy autó esetében mondjuk. Másik autót akar venni az ember, ugye? Hát elég az bárkinek, hogy a karosszériája frissen van festve, jól néz ki a kocsi. Vagy egy új autó esetében is csak így kívülről, egy fenét. Hát teljes műszaki dokumentációt, minden adatot pontosan akarunk erről tudni. Ennek az egésznek a lényege az a piacgazdaságból származik, amiben mi élünk. A piacgazdaságnak a lényege, hogy mindenki a másik felé, amit ő gyárt, termel, azért, amit termel, pénzt fog kapni, de csak abban az esetben fog pénzt kapni, hogyha igazolja az ő termékének a minőségét. Ugye a kuvasz semmiféleképpen nem egy árucikk, főleg az én szememben ugye nagyon nem az, nem egy termék, viszont pénzt kérünk érte. Még belé nem is keveset. És én azt szeretném, hogyha az én elnöki ciklusomnak az első részében már el tudnánk érni azt, hogy a minősített, tehát majd erről később beszélek részletesen, ugye, de a gyémánt kuvasz kupán minősített szülőktől származó kölyköknek az ára az 1000 euró legyen, legalább. Ugyanis akkora értéket fognak képviselni. Tehát pénzt kérünk érte, de így is 100-150 ezer forint körül van már egy kuvasz kölyök. Amiért pénzt kérünk, hát a minimum, hogy annak a minőségét igazolni kell. Még egyszer mondom, ilyen küllemi igazolgatással semmire nem megyünk. Vagy az, hogy fölhívják a tenyésztőt, hogy milyenek az ön kuvaszai. Hát most mit mondjon, azt fogja mondani, hogy jók. Hát mi más mondja. De ez alapján beengedünk az udvarunkba egy olyan kölyköt, ami majd a felnő ki tudja, hogy viselkedik. Ki tudja, mit csinál. Ugye a gyémánt kuvasz kupán nagyon fontos az, nem csak a gyémánt kuvasz kupából áll a reform, csak most ezt jól ide lehet csatolni. Tehát a gyémánt kuvasz kupán nagyon fontos az, hogy annyiféle viselkedéses feladat van, hogy ott aztán 100%-osan ki lehet szűrni azt, hogyha egy kutyának bármiféle ilyen idegzeti problémája legyen. Engem gyakran hívogatnak föl azzal, meg írogatnak olyan családapák, anyukák, akik szeretnének kuvaszt, mert tetszik nekik, meg ez a, ők a magyarság miatt is, tehát szép dolog. Viszont ugye hát a kuvasz egy hatalmas termetű, végső soron egy ragadozó. Tehát egy elképesztő fizikai erővel rendelkező és agresszivitással rendelkező, mondjuk úgy, hogy jószárról van szó. És emiatt ugye félnek. Félnek attól, hogyha a kuvasz netán bizonytalanul viselkedik, majd felnőtt korában, akkor ugye mi lesz a gyerekkel, mi lesz a nagymamával. És emiatt is rendkívül fontos az, hogy a kuvasznak a viselkedéses minősége igazolást nyerjen. Ezt az igazolást kapja meg a szülőpár a gyémánt kuvasz kupán, ahol valóban profi módon mérhető
a kuvaszoknak úgymond a minősége. És standard módon, tehát mindegyik kuvasz ugyanazt az értékelési rendszert kapja, mint szűrőrendszert. Ezt nem lehet kikerülni. Még egyszer mondom, piacgazdaságban élünk, mi magunk kuvaszosok is elvárjuk azt, ahogy az előbb említettem, mobiltelefon, autó, bármi az égvilágon, annak egy teljes körű, annak a bármilyen tárgynak, áruciknek, akárminek, élelmiszer, bármi, mindegyiknél kötelezően elvárjuk mi magunk is a minőségi tanúsítványt. Ez a minőségbiztosítás rendszere, ez egy óriási önálló iparággá vált egyébként már a gazdaságban, és igazság szerint ezt a valamiféle minőségbiztosítást, ugye, ami nyilván nem lehet olyan, mint egy GP, egy műszaki cikké a kuvasz esetében, de mindenféleképpen valami módon meg kell ragadnia a kuvasznak a lényegét, és mondjuk ezt is nyíltan, biztonságossá kell tenni magát a fajtát, magát azt az egyedet a vásárló jelöltek szemében. Most annak érdekében, hogy ez meg tudjon valósulni, egy három lépcsőfokból álló reformrendszert dolgoztunk ki. Az első lépcsőfok az a gyémánt kuvasz kupa, ami azért nagyon fontos, mert a gyémánt kuvasz kupa magát az egyedet méri. Tehát ez konkrétan arról a kuvaszról szól, amelyiknek majd a kölykét próbáljuk eladni a jövő kuvaszosainak. A gyémánt kuvasz kupán a küllemi mérés mellett, mert azt is mérjük természetesen, az őrzőképességet és az idegzetet, a viselkedést, általános magatartást, ezt öt külön feladattal mérjük. Emellett pedig figyeljük még természetesen az egészségügyi szűrések meglétét is. Mindent. Ahogyan ugye a hitvallásunkban szerepe, teljes tulajdonságkészlet. Ennél több nincs a kuvaszban. És ne is legyen. Csodálatos látni azt, hogy mennyi új sajátosságot hoz ki a kuvaszokból a gyémánt kuvaszkupa. Ugye most már idén a negyediket és az ötödiket is meg fogjuk rendezni. Teljes tapasztalati körrel rendelkezünk már a kuvaszok viselkedésével kapcsolatban, de vannak olyan ágak, amik még jönnek az új információk. Ugye ilyen volt például az egyik az áttörésnek az esete. Sokan, vagy nem sokan, de néhányan azzal fordulnak hozzám, hogy a gyémánt kuvasz kupa szélsőségesen nagy aktivitást igénylő feladatai miatt esetleg a kuvaszuk nem lesz-e vadabb, vagy nyersebb. És ilyenkor tényleg mosolyogva kell elmondanom azt, hogy ellenkezőleg. Tehát kiegyensúlyozottabb lesz a kuvasz. Miért? Mert addig voltak benne kisebb feszültségek, amiket ő valahogy eldolgozott magában, viszont így, hogy megmutatjuk neki, azt, hogy ő mire képes, hogy milyen hatalmas aktivitásra is képes, így ezek a feszültségek le tudnak oldódni. Azt mondom, hogy a kuvasz felszabadul a gyémánt kuvasz kupán. Tehát ott történik meg ez a bizonyos felszabadulás. Ugye itt, ha leegyszerűsítve, nem akarok neurobiológiai dolgokba belemenni, ha leegyszerűsítve nézzük ezt az egészet, ugye én nekem saját magamnak viselkedés tudományi, magatartás tudományi egyetemi tanulmányaim vannak, illetve később még az etológia szakon sikerült egy önálló kutatást indítanom, amiből aztán lett két tudományos közlemény is, tehát azt kell mondjam nagyképűen, hogy értek ez a témához, a viselkedés elemzéshez, és az állatok viselkedés elemzéshez is különösen, ráadásul az én saját területemen, ugye hatalmas területen a kuvaszoknak a viselkedését 22 éve tudom figyelni. Tehát azt gondolom, hogy minden megvan az, hogy nyugodt szívvel forduljak a kuvaszosok felé azzal, hogy tényleg itt egy korrekt értékelőrendszert sikerült kidolgozni. Jó, tehát valóban a kuvasz, amikor... Tehát én úgy gondolom, úgy láttam ezt, és úgy kellett megtapasztalnom ezt az egész őrzőképesség, viselkedés témakort, hogy gyakorlatilag minden kuvaszban, amelyek a ilyen kuvaszkupán eddig megfordult meg, akiket én láttam eddig, látom azt, hogy igenis valamiféle ősi
így leegyszerűsítve idegpálya tömeg foglalkozik ő bennük is az őrzőképességgel. Mindenféleképpen ott van, úgy mondja ezt a szaknyelv, hogy előrehúzalozottság. Tehát, hogy van egy előrehúzalozottság. Csak ezen, megint csak leegyszerűsítve, ezen az idegpálya tömegen át kell ütnie az ingerületnek. Most attól nem fog átütni az ingerület, hogy ő a kukásautó meg a postás után rohangászik és megugatja őket. Mondjuk ki nyíltan, mindegyik kutyafaj, a legtöbb kutyafajta szalad a postás után meg a kukásautó. Tehát ez nagyon kevés. A gyémánt kuvasz kupán tudjuk a falka szemlélet, tehát ugye ez is hiányosság, hogy nem nagyon tudják az emberek, hogy a kuvasz falka kutya alapvetően. Ugye Falkában őrizte annak idején a magyar embereknek a családjait, a vagyontárgyait, még a nomád időkben, amikor valójában kialakult a kuvasz. Falka kutya, ezért először is a falka szemléletet kell ő benne megerősíteni. Ezért vannak olyan feladatok a Gyémánt Kuvasz Kupa versenynapjának elején, amik ezt a falka szemléletét hozzák elő a kuvasznak, és akkor mindjárt más lesz a helyzet a kuvasznál. Nem tudok most belemenni a részletekbe, a lényeg az egésznek az, hogy ennek a végén tudjuk elérni azt, nagyjából a napnak a közepére, hogy a kuvasz fellazul. Felszabadul. És onnantól kezdve lehet igazából azzal foglalkozni, hogy ő mit is tud, illetve hogy az idegpályákon ezt az ingerületi tömeget át tudjuk ütni. Vannak ilyen áttörések, öröm látni, amikor azt látom először, hogy a nap első felében bizonytalan a kuvasz, sajnos pontszámokban is látszódik, ez például a csoportos tesztben, elkerülő, netán még fél is, de mindenképpen bizonytalan. És van is egy olyan videónk egyébként, amik be is írtuk a címé, hogy áttörés. Tehát amikor a keneles feladatban például lehet látni azt a pontot, amíg ugye még bizonytalan a kutya, és attól a ponttól kezdve pedig valami teljesen megváltozik, a hangja is megváltozik, a teljes testtartása, a viselkedése, és mint a rakéta úgy támad a csibésze. Tehát ott a helyszínen megvalósul az áttörés, de van, amikor csak a következő gyémánt kuvasz kupára valósul meg, és ezzel sincs semmi gond. A lényeg az, hogy legyen egy precedens az ő idegrendszerében arra, hogy vannak ilyen nagyon durva támadások. Ugye Falkában könnyebben elő tudja a kuvasz is varázsolni magából ezeket a csodálatos ősi ösztönöket, amik őt sikeressé tették több ezer éven keresztül. Jó? A gyémánt kuvasz, tehát a minőségbiztosítási rendszer, mert ez, amiről most beszélünk, ez az a kuvaszos reformnak, a minőségbiztosítás az alapja. Nem a gyémánt kuvasz kupa, az már a minőségbiztosítás egy pontja. A minőségbiztosítás két ok miatt nagyon fontos. Az egyik, hát a vevő. Mert onnantól kezdve fogja látni a vevő, hogy mit vesz. Tehát nem árulunk neki zsákba macskát. Amit már nem is lehet árulni Magyarországon, a mai világban. Amikor mondom, mindenki a legkisebb minőségi problémára, gondoljunk saját magunkra, amikor veszünk valamit. Legkisebb minőségi probléma, vagy valami hiányzik, tényleg egy dokumentáció, vagy bármi, egy új autó, vagy akármivel kapcsolatban, természetes, hogy azonnal reklamálunk. Tehát mindenféleképpen kell a minőséget igazolni. Ennélkül már nincs eladás, semmi. És még egyszer mondom, a kuvaszért pénzt kérünk. Nem árucik, ahogy említettem, de mégis pénzt kérünk érte. Tehát ezt a minőségi igazolás témát nem lehet már kihagyni ebből az egészből. Tehát a gyémánt kuvasz kupának az a legfontosabb része, hogy a minőségi igazoláshoz nagyon nagy mértékben tud hozzájárulni, tekintve, hogy az adott egyedeket figyeljük meg. A terveink szerint úgy működik ez, illetve hát már is működik, hiszen már 4 éve csináljuk a gyémánt kuvasz kupákat, hogy ugye majd a szülőpárokat kell elhozni a kupára. A szülőpárokat nem egy időben kell elhozni, bármikor, csak ugye amelyik kutyával később fedeztetnek, vagy fedezésre kerül, ott mindenféleképpen fontos, hogy a gyémánt kuvasz kupán legyen, egyszer legalább megjelenjen. És ha ő ott a gyémánt kuvasz kupán legalább a bronz minősítést megszerzi, amit azért meg lehet szerezni, nem egy olyan 60-valány százalékos teljesítményről van szó, a bronz minősítést megszerzi ugye a küllem, őrzőképesség, egészség témakörében, abban az esetben az ő ettől a szülőpártól született kölyköket mi a
legnagyobb nyilvánosság előtt fogjuk meghirdetni. Ugye a Hungária Fajta Fenntartó Kuvasz Klubnak van a világ összes kuvaszos szervezete közül a legnagyobb nyilvánossága, még mellé többszörös szózóval, ez óriási felelősség is. Azoknak a szülőpároknak a kölykeit, amelyek ugye a Gyémántkuvasz kupán legalább a bronzminősítés, a szülők ugye a Gyémántkuvasz kupán legalább bronzminősítést kapnak, ezeknek a kölykeit nagyon profi módon fogjuk meghirdetni az online felületeinken, ehhez mi értünk, az online marketing ez már egy külön iparág, és ráadásul oly módon, hogy majd a szülőknek a videóit is, ugye az ő jó teljesítményükről a Gyémánt Kuvasz Kupán, azokat is oda fogjuk tenni. Mit eredményez ez? Azt, hogy aki kuvasz szeretne vásárolni, és látja azokat a kis kölyöket. Kölyök alapján nem nagyon lehet eldönteni, hogy mi lesz abból a kuvaszból felnőtt korában. Tehát itt kölyköket önmagában hiába tesz fel bárki is fotóként. Az egyik kölyök majdnem olyan, mint a másik. Tehát olyankor még nem nagyon nehéz onnan következtetni majd a felnőtt korára. Ezért nagyon fontos, hogy lássuk a szülőpárokat, és ráadásul nem úgy, hogy mondjuk elmegyünk a tenyésztőhöz és megnézi a vevőjelölt, mert hát mondjuk kinyíltan, hogy ez nem ért. Tehát erről szól a minőségbiztosítás rendszere, hogy olyanok vizsgálják meg a kuvaszt, akik értenek hozzá. Mert azokban meg lehet bízni, azoknak az értékítéletében. De ott lesz szépen az összes videó. Eddig csak mindig a csoportos és a keneles feladatról adtunk le videókat, de ott több videó is készült, csak azokat nem tettük fel nyilvánosságra, mert felesleges volt. Innentől viszont mindegyiket föl lehet majd tenni, az adott kutyára vonatkozó videókat, és így teljesen más lesz a vevőnek az alaphelyzete, ha a kuvaszt szeretne vásárolni. Hátra dőlt a székében, és egész egyszerűen megnézheti a szülőpárnak a sok-sok feladatban a viselkedését, a teljesítményét. Emellett persze ott lesznek a kuvasz, a Gyémánt Kuvasz Kupa pontszámai is, és teljes, ahogyan a hitvallásunkban szerepel, teljes tulajdonság készleten igazolt minőséget fog tudni kapni a vevő. Ez alapján valós döntést lehet hozni arról, hogy megveszi a kuvaszt, azt a kölyköt, vagy nem, vagy egy másikat vesz meg, mert ott az apa, vagy az anya, a szuka, vagy a kan jobban tetszik neki. Lehet végre válogatni. Tehát ezt ugye a piacgazdaságban, még egyszer hangsúlyozom, ezt nem lehet kikerülni. Aki ezt megpróbálja kikerülni, annak vége. Ennyi. Azzal nem foglalkozik, attól nem vesznek semmit. És most a kuvasz tenyésztésben itt tartunk jelenleg. Nincs igazolt minőség, lehet, hogy jó, nem tudjuk. Ezért kell ellenőrizni, és onnantól kezdve nyilván más lesz a helyzet. De nem csak ezért fontos a minőségbiztosítás, hanem az én szívemnek persze sokkal kedvesebb ok miatt is, azért, mert ezáltal a kuvaszoknak a minősége is javulni fog. Mert mindenki látja majd,